Hát az történt, hogy én elmentem, éppen Abigaillel voltam kismama, már nagy volt a pocakom, és akkor azzal kezdték a hölgyek, hogy elkezdték sorolni a gyülekezet vezetőinek a hibáit. És akkor jöttek a proféciák, akkor hát már akkor nagyon rosszul éreztem magam, és akkor így elmentek mellettem, főleg volt két hölgy, aki vezette az egészet, és az volt az első furcsa, hogy amikor a férjem bejött, hogy megáldjon minket, akkor fel voltak háborodva, hogy ő mit keres ott. Tehát a hölgyek felháborodtak, hogy mit keres ott a férfi tekintély, mikor mi hölgyek összejöttünk imádkozni. És akkor érezted is, nem, hogy jobb, hogyha elmész. Hát azért megáldott minket, tehát az én férjemet ilyen nem veti vissza, nem ijeszti meg, egy nő se. Én is próbáltam már mindenféle módon hatni rá, de mint a kősziklál, az 29 éve. Komolyan, amikor mindenféle támadása van, és régen próbáltam, már most nagyon nem akarom csinálni én ezt. Mert tudom én, hogy ha Jezabel asztaláról leszel, akkor fizetned is kell, én ezt már nagyon tudom. Úgyhogy próbáltam én az én eszközeivel dolgozni. De bárhogy próbáltam, nem sikerült. Ő a helyén maradt, és benne maradt a tekintélybe, és általában én jártam rosszul. Ez az igazság. És az a lényeg, hogy mondták nekem, ez a két testvérnőt jöttek, mentek, hogy ezek bűnvallási titkok. Egy szentséges dolog, és még hozzátették, hogy bűnvallási titkok. Hogy még, és ezzel rám helyeztek egy kárhoztatást, annyit tudtam, 2 éves, 3 éves keresztény voltam akkor, hogy hát bűnvallás, azt nem lehet elmondani. És akkor hát olyan 12-1 óráig bírtam reggeltől. Én akkor hazamentem, volt mire hivatkozom, Abigaillel elég nagy pocakom volt, úgyhogy én hazaszaladtam. És utána még rosszabbá fordult a helyzet, mert hívtak egy fiatal fiút, az ott prófétált. És akkor kérdeztem, hogy mégis a hozzám közel állók, akikbe úgy megbíztam, hogy ti mit éreztek, azt mondják, Istennek a mély jelenléte ott volt. A hölgyek. És akkor én meg belül sírtam, hogy lehet ott Istennek a mély jelenléte akkor, amikor Isten vezetői felkentjei vannak kibeszélve. És hány ember engedi meg magának keresztényként, hogy Isten felkentjei ellen beszéljen. Én se értek mindent. Azt hittek, hogy kimentem Krisz pásztorékhoz hány évvel ezelőtt. Mindent értettem, mindennel egyet értettem. De nem fogok Isten felkentje ellen beszélni. Azt hittek, hogy mindig megértem a férjemet, de nem fogok Isten felkentje ellen beszélni. Mindig megértem a vezetőket, vagy a férfiakat, de nem fogok Isten felkentje ellen felemelni az én hangomat. Az én szavamat. Én mindig azért imádkoztam, amikor olvastam, hogy Uram, adj nekem olyan szívet, mint Dávidé volt. Aki még amikor Saul meg akarta ölni, és kétszer a kezébe adta az Úr, akkor azt mondta, hogy nem emelem föl a kezem Isten felkentje ellen. Azt mondja, Isten ments, az Úr őrizzen meg engem attól, hogy felemeljem a kezem Isten felkentje ellen. És valóban, mint férj és feleség, vívhatjuk a csatákat, mint férj és feleség. De tudjátok, csatákat vívni is többféleképpen lehet. Vívhatsz csatát úgy, mint Jezabel vívta, hogy manipulálsz. El akarsz valamit érni, és manipulálsz. Rosszul leszel, ha nem teszi. Ez az egyik manipuláció. Elkezd fájni a fejed.
Én rám az volt a legjellemzőbb, hogy én, ha valami nem tetszett, akkor bevonultam a szobámba, mind barlanglakó mondva. És ugye az egyetlen egy, akivel én meg tudom beszélni a dolgokat, az az úr. Volt, amikor még a kulcsot is rázártam a szobára. Másnap már nem volt ott kulcs. Azt is. Szóval mondom, hogy az én férjem az. Lehet férfiasságot tanulni, hogyha szeretnétek. De nekem ez volt a fegyverem, hogy megvonom a kontaktust, a közösséget. Nem, mi bajod van? Semmi. Szeretsz még? Akkor mondja, hogy éhes. Úgy mondom, le kell menni. Elég kell tenni. És általában elé teszem, és akkor beszélgetünk. Lementem, mondom, úram, alávetettségbe kell maradnom, mert minden szolgálatot le kell tennem, hogyha nem teszem. Lemegyek. De azért, hogy éreztessem vele, hogy valami nagyon rosszat csinált. Valahogy. És akkor elé teszem, és akkor ahogy lehet, húzom föl a csíkot. Vissza a barlangba. Hú, uram, kit adtál nekem? Kit adtál, uram? Senkinek nem tudom elmondani, mert pásztor feleség vagyok, és nekem rendbe kell lenni. Ő meg nem kíváncsi rá, most is a telefonon lóg. Mondom, kit adtál nekem? És ott sírtam. Sírok. Ha már tart több, mint egy fél nap, akkor úgy sírok, hogy hallja. Jön az este. Elmondom. Feladom. Bekapcsolok valami poharót. Alszok általában, nem ilyenkor. És akkor reggel jön be. Drága feleség. Én olyan hálás vagyok érted. Amen. És akkor itt belül bánt, mert tudom, hogy igazam van. És ő meg tartja az ő igazságát. És akkor mindig eszembe jut, hogy Jézus Krisztus hogy alázta meg magát. És akkor mindig mond, mert ilyenkor már az ördög is jön, és akkor elkezd kárhoztatni, hogy micsoda vagy te, milyen feleség vagy te. Lázadsz. És akkor kezd el gyötörni utána a kárhoztatás. Először az önigazság jön, aztán a kárhoztatás. Sértődékenység, önigazság, kárhoztatás így jön sorba. És akkor elkezd gyötörni, kárhoztatás, és amikor már ez jön, akkor először az Úr előtt találom meg magam, és én elmondom neki, hogy én nem tudom megcsinálni, mert én alkalmas sem vagyok, hogy én pásztor feleség legyek, meg semmilyen feleségnek nem vagyok alkalmas. De ezt nem mondom ki csak az Úrnak, de mondom, Uram, a te kegyelmed, és a te édes drága szent szellemed, alkalmassá tud engem tenni, hogy egy szolgálati ajándékkal együtt tudjak élni, úgy, hogy őt emelem. De tulajdonképpen egy napi küzdelem, egy napi harc ezzel a szellemmel.
Mert sokszor könnyebb lenne hozzányúlni azokhoz a fegyverekhez, ami a manipuláció, ami a másiknak a leuralása, vagy az önigazság, vagy az elvonulás, kinek milyen manipulálási módszerei vannak. De tudom, hogy ez az szellem hány embert, hány nőt, és hány házasságot tett már tönkre. És engem is tönkre akart tenni, és majdnem sikerült neki. És akkor azt mondom az Úrnak, hogyha el is kell halnom, meg is kell halnom. Szeretném, ha ő is, és én is betöltenénk az elhívásunkat. És sokszor halok el emiatt. De ha a földbe esett gabona magálhal, akkor gyümölcsöt terem. És én már látok lányokat körülöttem, fiakat, lányokat, akik vívják ugyanúgy ezzel a szellemmel a harcot, és győznek. És én is már nagyon-nagyon-nagyon sokszor éltem át győzelmet. Amikor mondta a férjem ma reggel, hogy lehet, hogy majd én is fog szólni, mert a múltkor elengedtem a fülem mellett, mert mondom, akkor egy hétig stresszbe leszek. Úgyhogy már tudok úgy csinálni, hogy leblokkolom az agyam. És hát, ha jön addig az elragadtatás. Most mondom a módszereimet. De mikor ma reggel mondta, ó, már minden bajom volt. De azt mondtam, hogy ha kiállok, akkor én meg fogom alázni magam. Mert most is egy pici lázadásos időszakon vagyok túl. És ez nem más miatt jött be, mint bizonyos szellemi szülések megtörténtek a gyülekezetben, és születtek. Olyan dolgok az online gyülekezet, az imapajzs, meg több dolog is, amit szellemben meg kellett szülni. És akkor én néztem ezeket a dolgokat, hogy milyen gyönyörűek, az Isten népe ébresztő, de az úgy nem nőtt a szívemhez, azt átadtam nekik. Vagy az imapajzs, vagy az online gyülekezet, számolgattam a bárányokat naponta. De az a lényeg, hogy úgy elkezdtem ezekre a dolgokra tekinteni, mint az én gyermekeimre. És mondom, az online gyülekezetet, mikor átszámoltam, meg átnéztem, akkor is sírtam az Úr előtt éjszaka, és mondtam, hogy Uram, annyira hálás vagyok neked, mert tudom, hogy ezt nem tudtunk volna megcsinálni, csak veled. Utána viszont a szívemhez nőtt, és nem volt fűszagú, akik jártak imádóképzőre, ők tudják, hogy mi a fűszag. Mi, amikor fűszagú valami, az oltáron van. Szóval nem voltak az oltáron ezek a gyerekek. És az én férjem nagyon tudja, a pásztorunk, hogy hogyan tegye az oltár, amit én nem tettem. Fogta az imapajzsot, és kitette. Hát a YouTube-ra. Elkezdtek minket lőni. Utána fogták az imapajzsot, azban már benne volt a többi férfi is, és eldugták. Mondom az Úrnak, mondom, Uram, először kiteszik, lőnek arra a gyerekre, mondom, utána meg fogják és eldugják, és senki nem látja. És már annyiszor megtanított az Úr, mikor mondtam neki imádságban, Uram, a közbenjáróim, az imafalam. És akkor az Úr megkérdezi, hogy kiknek a közbenjárói, kinek az imafala? Kinek az online gyülekezete? Kinek az unokája? Kinek a gyereke? És akkor mondom, a tiéd, Uram, minden a tiéd.
Szóval az a lényeg, hogy pásztor belenyúlt most az online gyülibe, az imapajzsba, az Isten népe ébresztőbe talán nem, mert az nem volt, az, az oltáron volt. Abba azért nem nyúltál. De a másik kettő, amelyik nem volt, abba belenyúlt. És akkor én szenvedtem. Megint bevonultam a barlangba, és szenvedtem. Ráadásul belenyúlt Abigail is. Nem volt elég. Egy ember, aki belenyúlt, Abigail is belenyúlt, és teljesen jóhiszeműleg nyúlt bele, de belenyúlt. És bementem a barlangomba, és szenvedtem, és mondtam az Úrnak, hogy miért csinálják meg ezt én velem. És aztán az Úr megmutatta, hogy oltár, oltárfüst, erről tanítottál az imádóképzőn, mondom, igen, Uram, megalázom az én szívemet. És nem az enyém a felelősség, a pásztoré minden felelősség. Nem veszem át én a kormányzást, nem veszem át az irányítást. Abba nyúl bele, azt csinál a gyerekkel, amit akar. És így visszaadtam az Úrnak, és most már érzem, mert tudjátok, ki az a best szellemével a legnehezebb az, az egyik, hogy testi tüneteket okoz, hogyha beengeded az életedbe. De a legnehezebb az, hogy ezt a szellemről, ezt a szellemet Isten gyűlöli. Nem tudom, hogy van az ige pontosan, mint a ganét. És amikor te ezzel a szellemmel élsz együtt, akkor az Úrral való közösséged megszakadhat. És amikor én sokáig engedem a magam igazságát, és sokáig engedem, hogy ez a szellem használjon engem, akkor megszakad az Úrral való kapcsolatom olyan módon, hogy hallom a Szent Szellem hangját, érzékelem az ő jelenlétét, de nem hallom azt a tiszta hangot, nem érzékelem azt a tiszta folyót. És ilyenkor ez nagyon nehéz. Nekem ez a legnehezebb. És inkább megalázom magam, és aki nekem példa a Bibliába, az Eszter királyné. Mert Eszter királynét betették egy hárembe. Betették a királynak a hálószobájába, de végig alávetett maradt. De ez egy külön tanítás, ez egy hosszú tanítás, ebben benne van a varázslás, mert ez a beszélem a varázslással dolgozik, és ebben nem fogok most belemenni, mert ez tényleg egy hosszú tanítás. De ha te többféleképpen reagálhatsz, ha téged igazságtalanság ér, Eszter tulajdonképpen el akarták pusztítani. Meg akarták ölni. Nem csak őt, hanem az ő népét is. És Eszter nem lázadással reagált. Nem nyúlt Jezabel eszközeihez. Mehetett volna a királyhoz, felöltözhetett volna, tudjátok ilyen, biztos akkor is voltak olyan ruhák. És mondhatta volna, hogy ne pusztítsd már el a népet. De Eszter szellemi eszközökhöz nyúlt. Imádkozott, és böjtölt. És bement a királyhoz. Az élete árán is. Ha meghalok, hát meghalok. De megnyerte ezt a csatát. És amikor harcolsz ezzel a szellemmel, érzed, hogy gondolataid, nem a te gondolataid, érzed a testi tüneteket, érzed, hogy a tekintély alatt lenni nehéz, nehéz, ha beszólnak, sértődékenység, hiszti, elvonulás, valamilyen manipuláció, valaminek a megvonása a férjtől. Szeretetnek. És akkor a szeretetnek vannak több módja. Akkor alázd meg magad Isten előtt, és mondd meg a Szent Szellemnek, hogy Uram, lehet,
lehet, hogy ez a szellem próbál bennem utat találni. De én nem akarom. Én így szoktam beszélgetni az Úrral, hogy de én nem akarom. És elkezdek böjtölni, és mutasd meg, Uram, azokat a területeket, ahol esetleg ő csatát nyert. Akkor elkezdi megmutatni. Ha megmutat egy terület, azon a területen megalázom magam, rendezem, bocsánatot kérek a tekintélytől, vagy akitől kell, és utána a helyemen maradok. Tehát a szolgálati helyemet nem hagyom el. És ha te azt érzed, hogy bár férfi vagy, ő az uralkodó szellemiség, aki hallgatta Chris Pásztor Babilon szelleméről, hallottatok, nem akarok ebbe belemenni, internet előtt vagyunk. Ő az uralkodó szellemiség Európa fölött. Azért van, hogy tönkre tegyen téged. Tönkre tegyen téged, az egészségedet, a házasságodat, a szolgálatodat, az emberi kapcsolataidat. És úgy tudsz ellene harcolni, hogy azt mondta Jézus, hogy jön e világ fejedelme, de bennem nincsen semmije. Úgy tudsz ez ellen a szellem ellen harcolni, hogy engeded a Szent Szellemnek. Ehhez egy alázatos szív kell, hogy átmosson téged ettől a szellemtől. És amikor ezt megteszi, akkor fogod érezni, hogy egy befedezés jön az életedre, kitisztulnak a gondolataid, kitisztul az érzelemvilágod, nem ragaszkodsz már az önigazsághoz, nem vagy sértődékeny, bebecsúsznak dolgok, de már tudod, hogy úgy, mint Eszter, inkább meghalsz, de nem akarsz az ő eszközeivel harcolni. Mert ha te ezzel harcolsz, akkor nem fogsz tudni ebben a légkörben szolgálni huzamosabb ideig. Mert ez olyan, minthogy te vagy az ellenség földjén, az ellenséggel tulajdonképpen használod a manipulációit, meg minden, és közben ellene harcolsz. Győzhet-e így csatát egy hadsereg, hogy kibékül az ellenséggel? Nem, csak hogyha területeket enged át. És mi beszeretnénk tölteni az elhívásunkat. Én tudom, hogy akik itt ülnek, férfiak és nők, beszeretnék tölteni az elhívásukat. Tudom, hogy tudjátok már, hogy milyen szellem alatt vagyunk, és mi ellen harcolunk. És ez ellen a szellem ellen az ellenszer, az ima, a böjt, az alávetettség, az engedelmesség, atyaság, fiúság. De ezekről lesz szó a táborokban is. Megígérem én is, hogyha még lehetőségem lesz, beszélek erről részletesebben, hogyan ismertem fel az én életemben, hogyan juttatott el az Úr, hogy felismerjem. De tudom, hogy úgy tudom a szolgálatot betölteni, hogy ennek a szellemnek az ellensége vagyok. És a Szent Szellemnek folyamatosan hagyom, hogy átmossa az életemet ettől a szellemtől. Folyamatosan tekintély alatt maradok, még akkor is, ha nagyon nehéz. Folyamatosan hagyom, hogy egy elhalásba legyek. Folyamatosan tisztán tartom a szívemet, a kapcsolataimat. És
fejlesztek egy lágy, egy hálaadó szívet, ami hálát ad a férfiakért, a tekintélyekért, a vezetőkért. És boldog vagyok, igen, igen. Minden harc ellenére azt tudom nektek mondani, hogy boldog vagyok. És ha ma a legcsodálatosabb dolog az, ami nekem nagyon fontos, hogyha ma az Úr elé kellene állni, azt gondolom, hogy ha nem is mindent, de amit át tudtam venni, hogy meg kell tennem, azt az ő kegyelméből több mindent sikerült megcsinálni. És ez az ő édes szeretete, az ő édes kegyelme, mert én magamtól nem lennék erre képes. De ő képes. Isten kegyelme elég. Isten szerelme elég.